mezei nyúl fontos szerepet játszik a természetes rendszerekben. Többek között ő a parlagisas legfontosabb táplálékállata. Ki gondolná, hogy ez a faj veszélyben van? Ezek a nyulak, bár nem is sejtik, most fajuk megmentése érdekében akadnak a hálóba. Méghozzá a parlagisas és a mezei nyúl sorsáért aggódó természetvédő szakemberek hálójába. Azt látjuk, hogy a mezei nyúl állomány nem csak Magyarországon, hanem egész Európában csökken. És nem az utóbbi években csökken, hanem 50 éve csökken. Ennek az elsődleges oka az egy élőhelyvesztés. Ugye nevében is benne van, mezei nyúl. Ő szereti a vadvirágos tarka rétet, ahol sokféle látszárú növényből, a mellette levő fasorban levő fászárvakból tud táplálkozni. Ezeket a helyeket foglalja el most a mezőgazdaság, ezeknek a vadvirágos tarkaréteknek a helyén leginkább ugye megjelennek a nagy intenzív mezőgazdasági kultúrák. Szent István Egyetem Vadvilágmegőrzési Intézetének indul egy mezőnyúl élőhely használatot vizsgáló programja. Ennek a programnak az előzménye részben az együttműködésünk korábban a Helicon Life programban a Magyar Madártani Egyesülettel, ahol ugye azt a problémát vizsgáljuk, hogy miért csökken a mezőnyúl állomány ebben az országban. Ehhez, hogy ezt megértsük, ehhez tudnunk kell, hogy mik azok az élőhely foltok, amit a mezőnyúl tud még hasznosítani ezeken az intenzív mezőgazdasági területeken egyrésztről, másrészt pedig tudnunk kell azt, hogy mekkora az a terület, amit ő használ. Ugyanis ezen a területen belül kell nekünk valamilyen élőhelyfejlesztéseket csinálni. Ennek a, hál' Istennek az eszköztára jelentősen bővült az ilyenfajta vizsgálatoknak az elmúlt évtizedekben, ezért most olyan rádiós nyökörveket tudtunk felszerelni az állatokra, amik GPS-szel mérik a saját pozíciójukat, és ezt SMS-ben elküldik nekünk. Ma egy befogást, mezőnyúl befogást végeztünk, klasszikus vadászati módszerrel. Az intézetünknek az elődjében fejlesztett borítóhálós módszert használtuk a nyúl befogására. Ez egy kicsi befogás volt, mert csak egy 500 méteres hálóval dolgoztunk, és kevés emberrel. Ugye az volt a célunk, hogy csak ezt a 7 állatot, amit rádióban meg tudunk jelölni, ezt meg tudjuk fogni. Segítséget kaptunk a helybéli vadgazdálkodóktól, és a helybeli mezőgazdasági gazdálkodóktól, tehát kellett 2 traktor, terepjárók, amik mozogtak. Plusz a helyi rutinos vadászok segítettek a befogásba, ugyanis a gerincét a munkaerőnek, ezt a vadgazdamérnök hallgatóink adták. Megmérik a testtömegüket, mi is megmértük a testtömegüket, a 3,5 kilónál nehezebb állatokat tekintik felnőtt állatnak, ezért mértük mi is a testtömegeket. Ezen kívül a korukat meg lehet becsülni a könyökcsontudor, vagy más néven strójegy alapján. Ezt mindenki meg tudja enket tapogatni. Az első lábukon a sinksonnak a külső élén található egy kis dudor, hogyha 8 hónaposnál fiatalabb az állat.
Ezen kívül megmértük az alap testméreteiket, tehát testhosszúságot, a hátsó láb hosszát. Ugye vadállatokról beszélünk, akik nem nagyon együttműködőek ilyenkor a befogás közben, ez nekik nem igazán egy kellemes élmény, ezért minél gyorsabban igyekszünk csinálni, tehát a legszükségesebb paramétereket veszük csak föl. Egy pár száz szőrt téptünk a hátukról, ugye a szőrtűszőben levő DNS mintákat tudjuk később megvizsgálni, és vettünk egy pár csepp vért a fülvénából, ami részben betegségeknek a vizsgálatához kell, részben ebből is DNS mintákat lehet meghatározni. Ezen kívül kaptak a fülükbe piercinget, mind a két fülébe kapott mindegyik állat egy számkódos kis picike kis néhány milliméteres kis táblácskát. Azért, hogyha később előkerül és mondjuk a rádiós nyakörvet elveszíti, akkor is tudjuk, hogy ezt az állatot mi már ismertük. Véletlenül mondjuk újra jelöljük, vagy hogyha valamelyik vadász területen mondjuk terítékre kerül, vagy ragadozó fészekben például előkerül, akkor tudjuk, hogy ez egy jelölt állat volt. Helikon parlagisos védelmi program keretében ugye részt vesz a partnerként a Magyar Országos Magyar Vadászkamara. A projektet pedig a Madártani Egyesület koordinálja, és gyakorlatilag már a projekt tervezésekor egyértelművé vált, hogy nagyon fontos az, hogy a természetvédelmi és vadászati szervezetek együtt tudjanak ebbe a kérdéskörben működni, hiszen a parlagisosnak az egyik fő tápláléka a mezei nyúl, ami miatt egyértelműen a parlagisas védőknek, a természetvédőknek is alapvető érdeke, hogy egy egészséges mezei nyúlállomány legyen a magyar Alföldön. Ez a jelen akció ez nagyon jól kapcsolódik ahhoz a kutatáshoz, amit a Vadvilágmegőrzési Intézet végez a projekt keretében. Itt a jássági madárvédelmi területen, 1600 hektáros mintaterületen folynak most már negyedik éve kutatások, ahol az apró vadállományt, a ragadozó állományt folyamatosan monitorozzák a szakemberek, és ennek keretében ugye viszonylag pontos képet kapunk arról, hogy hogyan alakul ezeken a területeken ezeknek a fajoknak az állománya, illetve az élőhelyeknek a alakulásáról is, viszont azon belül nem nagyon tudjuk, hogy mik azok a tényleges élőhelyfoltok, amik a mezei nyúlnak fontosak, amire ez a módszer, ez gyakorlatilag az egyedüli és legjobb tudásunk szerint most a legjobb módszer, hogy ezekkel a jeladókkal gyakorlatilag méteres vagy pár méteres pontossággal meg lehet ugye állapítani, hogy mik azok az élőhelyfoltok, amik a legfontosabbak a mezei nyúl számára az év folyamán. Ma Magyarországon a jelenleg ismerteink szerint a mezei nyúl az egyik legfontosabb táplálékállata a parlagisasnak, gyakorlatilag az eltérdését alapvetően befolyásolja. Visszafelé gyakran éri az a vád, úgymond a parlagisast, hogy ez visszafele is igaz, tehát hogy mivel a legfontosabb tápláléka a mezei nyúl a parlagisasnak, ezért félő, hogy a mezei nyúl állományra ez negatív hatással van. Ez az a kérdéskör, amiben a leginkább próbálunk párbeszédet kialakítani a vadászokkal, vadgazdálkodókkal, és gyakorlatilag azt akarjuk bebizonyítani, amihez ezek a kutatások is hozzájárulnak, hogy ez visszafelé nem igaz, tehát a ragadozóra nagyon nagy hatással van a zsákmány, visszafele ez sokkal kevésbé
jellemző, és konkrétan pedig a parlagisas, ami ugye az egyik legritkább ragadozója a mezeinyúlnak, ez biztos, hogy nem jelent állomány szinten egy befolyásoló tényezőt. Tulajdonképpen arról beszélünk, hogy nem csak az élőhely változik meg, és a fajoknak a szokásai változnak meg, hanem mi is egyre többet tanulunk, és rájövünk arra, hogy fajszintű védelmet nem lehet megcsinálni. Rendszerek védelmét lehet csak végrehajtani. És ebben a rendszerben például a mezőnyúl ez egy központi jelentőségű fajjá vált. Azért, mert azok a fajok, akikkel együtt mozgott például az űrge vagy a hörcsög, amik komoly zsákmányállatai voltak egy csomó ragadozófajnak, ezek eltűnnek. Tehát igazándiból szegény mezőnyúl az, aki úgy tartja még a frontot valamennyire. Ha nem tudjuk fölépíteni újra ezeket az ökológiai rendszereket úgy, hogy valóban legyen egy élőhely, ami elég gazdag ahhoz, hogy sok fajt el tudjon tartani, sok növényevő fajt el tudjon tartani, és akkor ez a sok növényevő faj jelentős populáció nagysággal el tudja tartani ragadozókat, akkor egy darabig még küzdhetünk, de vége lesz ezeken az agrárterületeken az úgynevezett biodiverzitásnak. Nekünk az a célunk, alapvető célunk, hogy hozzásegítsük a gazdálkodókat ahhoz, hogy növeljék a nyúlállományt. Eddig is sok mindent tettek ennek érdekében, mert a tervszerű vadgazdálkodás az például egy csomó féket építve, hogy ne lehessen túlhasznosítani. Egy csomó ilyen korlátozás van a vadászatban például. De ezek passzív beavatkozások, tehát nem fogjuk az élőhelyet javítani vele, tehát nem az okokat szüntetjük meg, hanem próbálunk a tünetekből valamit orvosolni vagy jobbá tenni. Nekünk most az a célunk, hogy azokat az alapadatokat gyűjtsük össze, amiből aztán egy célszerűbb, célirányosabb élőhelyfejlesztési programot lehet indítani. Miért is kell nekünk mezőnyúl? Tehát beszélünk mi itt ökológiai dolgokról, meg sasról, meg hogy milyen szép, meg beszélünk arról, hogy a vadászoknak miért fontos. De úgy általában miért kell? Én azt gondolom, hogy legyen, mert ez nekünk egy nemzeti értékünk, egy kincs. De hogyha próbálok egy kicsit kézzelfoghatóbb dolgokat mondani, akkor mondhatom azt, hogy például azért, mert a mezőnyúl húsa finom, vagyis ez hozzátartozik a kulináris élvezeteinkhez. Akkor beszélhetek arról, hogy ezek a fajok, ezek abban a rendszerben, ahol ők élnek, ott különböző szolgáltatásokat nyújtanak. Például szabályozzák a rágásukkal azt a környezetet, ahol ők élnek. Terjesztenek magukat, amikkel széthordják ezeknek a növényeknek a szaporítóanyagait. És így tovább. Tehát nagyon-nagyon sok olyan kérdés van, amit éppen mostanában kezdünk vizsgálni. Sokszor nem is tudjuk, hogy miért jó az, hogy van ez a faj. Mi inkább csak azt vettük ideig észre, hogy ha eltűnik, akkor valami nem működik. És akkor nem tudjuk, hogy mi nem működik, hogy miért nem működik, de akkor már késő. Tehát nekünk előre kell gondolkozni, és mindazokat az ismert és még nem ismert, de jövőben feltárandó szolgáltatásokat, hasznokat, amit ezek a fajok nyújtanak, ezeket figyelembe kell venni. Ezért kell megtartani az anyagot.